Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. A közéleti kerekasztal vendége Acsai Zoltán, a Városgazda Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Ügyvezető igazgató úr, kezdjük a legaktuális témákkal. Itt elsősorban én a fenyőfákra gondolok, illetve hát a csúszásmentesítésre. Nem olyan régen esett pár centi hó, de itt-ott gondot okozott. Igen, a pár centi hóval tényleg semmilyen gond nincs, inkább a téli csúszásmentesítés az, amivel ilyenkor azért foglalkozni kell, mert attól, hogy még nincs nagyobb hó, attól még az utak csúsznak, hogy az elmúlt napokban is nagyon ködös, hideg, úgymond csúnya idő volt, lefagy az útra, és nekünk az is feladatunk, hogy egy ilyen elősózással, alásózással már készüljünk arra, hogyha ilyen lefagyások várhatóak, ugye folyamatosan nézzük a időjárási előrejelzést. Sózunk az utak ezáltal, sónedvesek, kevésbé csúszós állapotban vannak, és így segít ugye a közlekedést. Valóban az a néhány centi hó, az nem jelent problémát. Mennyire kell összehangolni a közútkezelővel azt a tevékenységet, amit önök folytatnak, mert nyilván, hogy a városban van az ő kezelésükben is jó néhány kilométer, meg az önök kezelésében is. Igen, a közútkezelővel tulajdonképpen teljesen független módon tesszük a dolgunkat, tehát a kedves tatajok is láthatják, hogy a főútvonalokon, illetve a kivezető környékbeli községekbe vezető utakon láthatják a közútkezelőnek a sószoró gépeik, ők teszik a dolgukat, a ő hozzájuk tartozó közutakat természetesen sózzák, én is nap mint nap látom őket, és őtőlük tulajdonképpen teljesen függetlenül a városhoz tartozó utakat kezeljük mi, illetve sózzuk, vagy sok esetben nem sózzuk, hanem csak akár homokkal, vagy egy ilyen környezetkímélő anyaggal sózzuk az utakat, és mi függetlenül az ő munkájuktól ugyanúgy tesszük a dolgunkat. Állampolgárok mennyire szereplői ennek a történetnek? Ház előtt kötelezettségük van, vagy ez egy másfajta lehetőség? Nem, a ház előtti kötelezettség az természetesen megvan. Megvan annak a módja, hogy a járdarész, a gyalogos, főleg a járdarész gyalogos rész az a ő kötelezettségük, akár társasházak esetében, akár a kertvárosi övezetek esetében, ő nekik ezt tisztán rendben kell, hogy tartsák, hogy az ne csúszson, tényleg balesetveszély ne legyen. Ha valami ilyesmi előfordul, akkor az kinek a felelőssége? Nézzet, a felelősség kérdése nyilván... Persze az a leginkább kívánatos, hogy ne forduljon ilyen elő, az mindig vitára ad okot utána, hogyha ilyen előfordul, hogy most én vagyok a hibás, te vagy a hibás, a város a hibás, a közút a hibás, vagy ki a hibás. Tehát jobb ezt inkább elkerülni, és azt a kis mennyiségű csúszásmentesítés, vagy ha hó van, hólapátolást elvégezni. Ez mindenképp kívánatosabb megoldás. Másik aktuális témánk. Ez a fenyőfa kérdés, van belőle rengeteg? Igen, rengeteg van belőle, és most tényleg az elmúlt egy-két hétben most már láthatóan nagyon sok van a városban. Én azt kértem már korábbi interjúnál is a kedves tatajaktól, hogy amennyire lehet látható helyre tegyük ki, hogyha arra lehetőség van, hogy kukák vannak, vagy akár szelektív hulladékgyűjtő közelében vannak, oda tegyék, hiszen az sokkal hamarabb észreveszünk mi is. Ugyan folyamatosan jár egy gépjárművünk, aki erre van ráállítva, hogy szedjük össze a fenyőket, de hát hogyha nem veszük észre, mert úgy olyan eldugott helyen van, akkor nyilván az egy kicsit nehezebb annak a fenyőnek a megtalálása, úgyhogy az mindenképp továbbra is kérés. Nyilván ez még el fog tartani napokig, akár hetekig is, hogy látható helyre hagylások, hagyvigyük, és azon felül pedig ugye még egy nagy kéréssel fordulunk a tatajakhoz, hogy amikor kirakják a fenyőket, akkor szedjük le róla a díszeket, csillagszórókat, ami ugye fém vagy más anyagból készült. Van, hogy még karácsonyfa talpat is ott találunk ugye a régi fenyőfákon. Azért fontos, mert utána ezeket a fenyőfákat, amikor összegyűjtjük, ledaráljuk, majd később ugye rászorulók számára tűzi
tüzelőt készítünk, a gépeinket tönkreteszi, hogyha benne hagyott tárgyak, vasak, egyéb díszek vannak, és az később ugye problémát jelent. Erre tényleg nagyon kérjük a lakosságot, hogy tisztítsák meg a fákat. Mielőtt erre az évre rátérnék, a kilátásokra, a lehetőségekre beszélgessünk egy kicsit a tavalyi évről, a 2019-es évről. Ha általánosságban nézzük, akkor milyen évet zártak? Általánosságban, hogyha nézzük, pozitív eredménye zárt a Városgazda, és nagyon szeretnénk, hogyha továbbiakban is ezt a tendenciát megtarthatnánk. Ugye itt nekünk elsősorban az a lényeg, hogy a városnak a megrendeléseit, illetve a városnak a kötelező feladatellátásait elvégezzük városüzemeltetés területén, tehát nem haszon, nem profitorientált a cég, de nyilván maga a biztonságos eredmény megtartás az most is, az egy múlt évben is fontos volt, illetve a jövőben is, ez kívánatos. A város tisztasága nyilván az elsődleges harci feladat, ha szabad így fogalmaznom. Egy választási kampány idején górcső alá kerül ugyancsak ez a téma a városban. Milyen tapasztalatokkal, hogyan élték meg? Választástól függetlenül is górcső alatt van, hiszen Tata egy turisztikai központnak számít az országban. Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés, hiszen sokszor felmerül, hogy miért van itt vagy ott szemét. De hát ugye kérdezem én, hát kidobtál azt a szemetet? Nem a Városgazda dobálja el a szemetet, a Városgazda összeszedik, és nagy erőket mozgósít arra, hogy a mások által eldobott szemetet összeszedjük. Tehát kell egy szemléletváltás, okvetlen, mindenkinek szükséges, hogy ez a szemléletváltás megtörténjen, hogy tényleg ne ejtsük ki a kezünkből a szemetet. Az annyira elszomorító dolog, amikor a várost járva tényleg sok szemetesedény van a városban, és a szemetesedény mondjuk félig van, vagy üres, vagy akármeddig is van, de mellette van a szemét. Tehát, hogy nem jut eszünkbe, vagy nem veszik a fáradtságot, hogy ne csak eldobjuk, hanem belerakjuk a szemetesedénybe. Ez még akkor is igaz, hogyha mondjuk pont az a legközelebbi szemetesedény mondjuk teli van, de 20 méterrel odébb ott van egy másik. Hogy még akkor is, vagy sokszor látom, hogy a padok mellett is sok esetben, legtöbb esetben van szemetesedény, vagy sok esetben, főleg a kiránduló helyekről beszélek, természetesen tó környék és egyéb kiránduló helyek, ahol jóval több kukát teszünk ki, és a padon ott van a szemét, meg a sörös üveg, vagy a kólás üveg, vagy bármilyen üveg, és ott van 3 méterre mellette a szemetesedény. Természetesen van ember, aki folyamatosan az a munkaköre, az a munkafeladata, hogy járja a várost, és ezeket a szemetesedényeket üríti. Tehát nem mindegy, hogy egy szemetesedényt megfogok, összegyűjtöm, bekötöm a zsákot, félreteszem, hogy előtte még a környéken, meg ahol látok szemetet, elkezdem meg szeregetni az üveget, a sörös dobozt, a stb. Mondhatnám. Tehát mindenképp szükséges egy szemléletváltás, hogy ne az legyen, hogy miért nem szedtük össze a szemetet, hanem az legyen, hogy én mint turista, vagy mint tatai, vagy mint bárki, nem dobom el a szemetet, mert vigyázok a rendre. Ez az igazság, hogy korábban nem tudom hány évet értek igazából, de hogyha valaki mondjuk eldobott egy papír zsebkendőt, akkor udvariasan szólt az ember neki, hogy elejtette a papír zsebkendőt, vagy ha netán bármi mást is, akkor ez még úgy dívott vagy működött. Ma meg már nem merünk szólni. Hogy miért nem merünk szólni, ugye annak is oka van, mert azért még én is, meg még kollégáim is sokszor vagy több esetben szól, de hát hogy nem szeretném most elmondani, hogy milyen visszaválaszokat kapunk erre, hogy kvázi mi közünk van ahhoz, hogy ő mit csinál. Ez nagyon nehéz, és ez megint csak a szemléletváltás hiányára utal még. Reméljük, hogy a sokszor elmondott kérések meghallgatása találnak, és tényleg magunkénak érezzük ebből a szempontból is a várost. De illetve még egy dolog eszembe jut, ami mindenképp kötődik ehhez a témához, ugye a szelektív hulladékgyűjtőknek a helyzete. Sokszor fölmerül akár bírálatként, vagy bármilyen szempontból is, hogy miért olyan
csúnya mondjuk egy szelektív gyűjtőnek a környéke. És ezzel valóban én is sokszor szembesülök, hiszen én is járom a várost, én is látom ezeket a dolgokat. A szelektív gyűjtők környékét a városgazdánál egy autó emberekkel minden nap körbenézi, és a környékén lerakott szemetet összeszedjük. Pedig ez nem is lenne olyan értelemben a városgazda dolga, hiszen van egy közszolgáltató, aki ugye hordja a szemetet, de mégis megtesszük azért, hogy ne nézzen ki a környék olyan csúnyán. Természetesen ez egy más kérdés, hogy elegendő tárolóedény van-e ott, vagy mi kellene, több, stb. Ez a szolgáltatóval való megegyezés, vagy a tárgyalások folyamán ugye kialakul. Van, ahol ugye eddig csak három nagyobb szelektív gyűjtő volt, most már öt van, megbővítettük ugye a magát a tárolóedény környékét tartó kerítés, de ettől függetlenül nagyon sokszor kell szembesülnünk azzal, hogy bármit válogatás nélkül oda viszünk. Ugye nyilván nem ellenőrizhető ez olyan könnyen, hogy ki és mikor, bár a kamerára egy, várhatóan egy kamerarendszer bevezetésével majd erre is sor fog kerülni, de azért az mégis annyira elszomorító, hogy ahova üveget, vagy műanyagot, vagy papírt lehetne tenni, ott mellett ott van mondjuk kommunális szemét. És csak azért, mert mondjuk otthon nem fért a kukájába, oda kivitte, ledobta, jön a kutya, a macska, szétszedi a zsákot, nagyon csúnya lesz a környék. Ebben ugyanúgy nekünk kell felelősen gondolkodni, és egy más szemlélettel közelíteni ez a kérdéshez, hogy ne vigyük ki. Nem arra van, hogy oda bármit lehessen tenni. Most kivétel ugye ez az egy dolog, amit ugye az előbb említettem is, hogy a karácsonyfa maradékokat oda tegyük, hiszen ott találjuk meg a legkönnyebben. Ráadásul úgy, hogyha jól tudom, még mindig érvényes, hogy lakunként vagy lakásonként bizonyos mennyiségű szemetet ingyenesen elvisznek, mint lomtalanítás? Így van, ezt a szolgáltatót, tehát évente egy alkalommal, hogyha szolgáltatót felhívjuk, telefonon időpontot egyeztetünk, kvázi mint egy kis lomtalanítás, mini lomtalanítás, hiszen nyilván nem 10 köbméter nagyságrenddel, de 1-2 köbméter nagyságban hoznak egy konténert, az adott időpontra oda lehet vinni, és akár bútor vagy egyéb kisebb tárgyakat is el lehet szállítani ingyenesen egy évben, egy alkalomban családonként. Mindezt azért mondom, mert nyilván, hogy ne kössön ki aztán ez a szemét nem a szelektív gyűjtők mellett, hanem valahol a város szélén, erdőbe igen. Vagy árokba. Igen, igen, igen. Az egyik hatalmas feladat önöknek ugyanígy még ide tartozik a tisztasághoz, talán a rendezvények előtt és a rendezvények utáni tevékenységük. Örömmel szoktuk tapasztalni, hogy mondjuk véget ér a fesztivál vasárnap este és hétfőn mondjuk délután, sőt van, amikor már hétfőn délelőtt is szép rendben. Igen, ez természetesen hozzátartozik a feladatunkhoz, hogy a bátran mondhatom, hogy fesztiválvárosi feladatoknál nagyon sok előkészítési, illetve utána ugye rendrakási feladatunk van a városgazdának. Az előkészítésnél inkább az a fő csapás irány, hogy frissen nyírt fű legyen, hogy ott tényleg kényelmesen, piknikszerűen is tudjanak a vendégek részt venni, és utána pedig természetesen az ott maradt rengeteg szemetet, azt össze kell szedni, össze kell gerebiézni, kicsit fel kell frissíteni a füvet, ugye letapossák, amikor ugye elhordják az épületeket, illetve ezeket a kis bódékat, akkor annak a környékét is rendbe kell tenni. Van persze akkora fesztiválunk, és most nem is szeretném nevesíteni, mert nem az a lényeg, amikor bizony napokig takarítunk. Tehát a kisebb fesztiválnál valóban elég egy-két nap, de bizony van, amikor rámegy egy hét, mire mindent sorba szépen visszaállítunk az eredeti állapotjában. Ez hozzátartozik a feladathoz. Ezt végezzük, ez teljesen általános városüzemeltetési kérdés. Ami még nagyon szem előtt van, az a parkok, virágágyások, fák, növényzet, helyzete, világa. Van ehhez kellő emberük, van ehhez kellő kapacitásuk?
A kapacitás kérdés az önmagában egy külön téma, mert ha azt mondom, hogy van, abban is van igazság, ugyanakkor meg bátran mondhatom, hogy kevés van. A lényeg az, hogy ezeket a kertészeti feladatokat, amikor végezik, azért ez egy kicsit pepes munka, tehát gondoljunk virágültetésre. Van egy, hál' Istennek, szép, nagy, jó állapotú üvegházunk, ahol 40-50-60 ezer virág palántát nevelünk, majd hamarosan a február második felében érkeznek a picikek és palánták, és ugye őket nevelgetjük, ültetgetjük, pikírozzuk, kisebb cseréből nagyobb cserébe ültetjük, mielőtt kikerül majd a szabadföldbe, hogy megerősödve, nagyobb, már lassan virágzó állapotban ugye kiültessük. Ez olyan sok aprólékos munka, ugye a szám is mondja, hogy 40-50-60 ezer palánta, azt mind meg kell fogni, többször át kell ültetni, ez emberigényes, ez nem gépesíthető kérdés, és utána az adott helyekre, akár angol park, Kossuth tér, bárhol mondhatom, ugye, ahol ilyen Kodály tér, nagyobb mennyiség, de kisebb csekekő környékén. Tehát sorolhatnám a helyeket, ahol szoktunk világosítani. Aprólékosan ugye ezeket a feladatokat el kell végezni. Ebből az értelemben mondtam azt, hogy hát bizony, amikor a több kéz sokkal jobb lenne, és abból a szempontból, hogy azért mégiscsak ezt a feladatot, hogyha ugye hosszabb időben is nyújtva, de el tudjuk végezni, ebből az értelemben hát mondjuk azt, hogy egyelőre még van munkaerő, de azért problémákkal küzdünk. De erről esetleg később még lehet szó, hogyha... Ha még a parkoknál tudunk maradni, de igaz, korábban volt ez hagyomány, illetve szerintem talán még most is él, hogy a lakók, mert műtattatai lakosok is beszállhattak ebbe a történetbe, kaptak virágot kedvezményesen, vagy éppen ingyen, és akkor így végül is elég sok terhet levettek az önök vállukról, igen, és ugyanakkor vele párhuzamosan szép. Igen, és ezt mi nagyon szépen köszönjük, és ez egy nagyon nagy segítség, valóban tavaly is volt, és gondolom az idén is rá lesz áll igény, szóltak, elvittük a megadott címre 30-40, hát inkább akkor már kiültetésre, tehát már lassan virágzó állapotban lévők is palántákat, és akik így szívesen felvállalják. De ez még tehát nem csak a kertesházi övezetben, sőt, talán inkább azt mondhatom, hogy leginkább az ilyen társasházi övezeteknél jellemző, valahogy a kertesházas övezetekből maguk is megoldják a kedvesletaiak, és akkor ott a társasházban összejönnek egy páran, kis virágágyást csinálnak, és nekünk ez nagy segítség. Eleve van olyan rész, akik kérik is, hogy azt hadd csinálják, csak ők. Ennek örülünk, ez nyilván ez egy szép dolog. Egyéb iránt pedig akkor csináljuk mi azokon a helyeken, ahol természetesen nem vállalkoznak ilyenre. Az út és patak fenntartás, nem olyan régen számoltunk belőle, hogy a Malompatak medre megújul, de hát nyilván valamilyen szinten ezek a beruházások az önök tevékenységét is befolyásolják. Tulajdonképpen a tevékenység ez ügyben inkább majd a későbbi fenntartásnál takarítás, tisztentartás és ilyen szempontból fog jelentkezni. Nyilván a beruházás azt nem mi csináltuk, ez egy teljesen külön történet, önkormányzat pályázat és egyéb forrásokból ugye készítették ezeket a feladatokat. Mi később majd tisztántartás, szabályzás, víz, magasság ilyen szempontjából esetleg segítünk, illetve tesszük a dolgunkat. Sokkal inkább a mi részünk talán az árkok tisztántartása, ami sokkal jobban napi feladataink közé tartozik, illetve a vízelvezetéseknél ugye vannak ezek a víznyelő, rácsos részek, eltömődnek, műanyag, dobozok, stb. Mennek bele, jön a nagy vihar, akkor nem tud elfolyni a víz. Ezeknek ugye a felszedése, kipucolása, rendbetartása, illetve természetesen az utaknak, hát a mi technikánkkal elsősorban kátyúzása, amit tudunk végezni, illetve hát kisebb szélességben, tehát járda méretben tudunk aszfaltozni. A kátyúzásnál van egy újszerű ilyen infrás elven működő gépünk, és azzal még télen is tudunk dolgozni, hiszen felolvasztja a meglévő aszfaltot, illetve egy kis aszfalt hozzákeveréssel
még télen is tudunk kátyúzni, mert ennek a hiányában egyébként úgynevezett hideg aszfalttal tudtunk kátyúzni, az pedig sokkal kevésbé tartós. Önmagában persze a kátyúzás az annyira tartós, amennyire, hiszen folyamatosan kell kátyúznunk, ha újra kijön, újra vissza kell tömni, ez egy örök körforgás. Járdák állapota? Járdák állapota attól függ, hogy milyen helyszínen vagyunk, ugye ezek a hagyományos járda kövek, ahogy az idő telik, megmozgósodnak, följebb, lejjebb állnak, esetleg botlásveszély van, tehát ezeknek az igazítása, ez feladatunk, és amikor kapjuk a jelzéseket, akkor ugye megyünk a helyszínekre, vannak új részek, amikor feladatot kapunk arra, hogy bizonyos helyeken teljesen új térköves megoldást alkalmazzunk. Azt is ugye természetesen tudjuk csinálni rendesen Murvágyba térkővel, az egy szép modern megoldás. Meg van olyan is, amikor aszfalt járdát kérnek tőlünk, azt is tudjuk csinálni. Gépparkunk milyen, mennyire tudott fejlődni az előző évben? Folyamatosan fejlődött az elmúlt években a gépparkunk, és a tavalyi évben is sikerült, hál' Istennek, tovább lépnünk ez ügyben. Ugye két csoportra oszthatjuk ezt a történetet. Vannak az úgynevezett kisebb gépek, amik persze elengedhetetlen, hiszen csak gondoljunk például arra, hogyha a nyári időszakban ugye a kollégáim damilos fűnyíróval ugye járják az utcákat, ott mondjuk, ha 10 ember megy, az 10 damilos fűnyíró. De hát az is azért több százezer forintos történet, egy damilos fűnyíró. Ezek mind professzionális gépek, tehát ne az ilyen otthoni kerti munkákra gondoljunk, hogy arra megfelelő gép, hanem ezek tényleg komoly, márkás, erős, igazi robosztus gépek, amik hát ugye folyamatosan mennek, és ezt a terhelést bírnak el. Tehát ez az egyik, aminek folyamatos cseréje a szükség szerint szinte folyamatos. Illetve van a másik, ugye a nagyobb gépeink, amivel kvázi, mint egy gépesítve próbálunk egy kicsit segíteni a már az előbb említett emberhiányon is. Persze nem lehet tökéletesen, hiszen mindenhova nem fér oda egy gép, ahova mondjuk egy ember odaférne. És a tavalyi évben is sikerült szereznünk egy kis traktort, aminek a fő feladata télen, hogy, és be is állítottuk már az idén is, hogyha szükség van rá, ugye természetesen tud menni. A fő feladata az, hogy inkább keskenyebb helyeken, járdákon, mivel ez egy szó szerint kis traktor, tehát méretében és kicsi, nem egy nagy gépre kell gondolni, járdákon tudja az utat, a havat akár tolni, illetve sózó adaptert is vettünk hozzá. Egyéb más időszakban, nyáron, akkor pedig tudunk akár utálni vele, vagy szárzózóval olyan jobban elgazosodott helyeken nyírni, de még akár fűnyíró adaptert is vehetünk rá. Ez most egy új beszerzés, ez egy speciális hajléktalan programban, BMS hajléktalan programon keresztül lévő pályázati lehetőség volt, bizonyos önerőt kellett hozzátennünk. Illetve sikerült egy új furgont a tavalyi évben beszereznünk, amelynek ugye a szükségessége meg szintén a folyamatosság, hiszen telik az idő, és egyre régebbi gépeink vannak, ugye ezek a kis terautók a legtöbb, ami járja az utakat, illetve ezek a furgonok, ezek mind folyamatosan tényleg egész nap mennek, viszik, hozzák az árut, a gépeket, vagy a munkához szükséges dolgokat, és van már olyan gépünk, ami mondjuk lehet, hogy már a következő vizsgáztatási időszakban nem feltétlenül lesz megújítva, hanem akkor azt leselejtezzük, vagy eladjuk, és az új, amit megvettünk helyett, ugye akkor már tud szolgálni a hosszabb távon megbízhatóbban. Idénre is terveznek ilyen gépbeszerzést? Mindig tervezünk ilyen gépbeszerzést, hiszen pontosan ez a lényege, hogy a legrégebbiek úgymond essenek ki, és akkor mindig egy picit tud fiatalodni a gépállomány, ugye fiatalabb korú, megbízhatóbbra.
meglátjuk, hogy milyen lehetőségünk van, de mindig tervezünk ilyet. Másik nagy feladatuk az tulajdonképpen az ingatlan részleghez tartozik, az ingatlanok kezelése, az önkormányzati lakások, bérlakások vagy költségalapú bérlakások. Itt mi a helyzet ezen a fronton? Több beszámoló is volt már a képviselőtestület előtt, mindig valamifajta aktualitása volt ennek éppen a felújítások, vagy éppen a fizetési morál? Igen. Most a fizetési morálról talán tényleg csak egy néhány szót, hogy ez egy mindig egy nehéz ügy, hiszen aki tényleg rászorult és mondjuk nem költségalapú lakásban lakik, egy olcsóbb lehetőséget tud tényleg az önkormányzattól kapni, ott nyilván ők egy nehezebb anyagi helyzetben élve előfordul, hogy fizetési problémák vannak, ezeket folyamatos felszólítással próbáljuk úgymond ösztönözni ezeket a lakókat, hogy ilyen elmaradás ne legyen, hiszen annak következménye lesz, hogyha ez folyamatossá válik, hiszen akkor elveszíthetik ezeket a úgymond lakásokat. Meg hát sokan várnak rá. Így van. Akik fizetnének is. Akik csak fizetnének is, és ők ugye akkor jogosulttá válhatnak. Inkább ami engem talán elszomorít ezeknél a lakás helyzeteknél, hogy sokan nem a jó gazda módjára vigyáznak az önkormányzat lakásaira, és az olyan szomorú, amikor felújítunk egy lakást, úgy szépen rendben van, és akkor mondjuk egy lakás ellenőrzés nézzen a kollégák, ugye évente ezt kell, hogy tegyék, mármint a lakás ellenőrzés, akkor úgy látjuk, hogy hát azért nem így kellene kinézni mondjuk egy év után ennek a lakásnak, és akkor felszólítás, megint ösztönzés, tegye rendbe, vigyázzon rá. Ez egy ilyen nehéz feladat, de tennünk kell, hiszen nem az övéké, az a városi tulajdon, arra is ugyanúgy kell vigyázni, mintha az övéké lenne és saját maguké lenne. Ez egy nehéz feladat, kollégáink ezt megharcolják nap, mint nap. Nincs könnyű helyzetben, nincsenek könnyű helyzetben. Hogyha további ingatlanokat nézzük, közelmúltban, ha jól tudom, önökhöz került a rendelőintézet is. Igen, az elmúlt évben már egyértelműen a miénk volt, ugye üzemeltetési feladatot látunk el. Ott nagyon sok különböző funkció van. Majd, hogy nem azt mondhatom, hogy teljesen megtöltött állapotban van a régi rendelőintézet, mármint kihasználtság szempontjából, akár városi célra, például a múzeum, hál' Istennek, nagy területen tud tárolni, és ezzel az ő lehetőségük bővült tárgyakat, illetve hát iratokat, amik szükséges számukra, illetve vannak a tankerület részéről termek, amit bérelnek, vannak kötelező fogorvosi vagy orvosi feladatot ellátó körzetek, tehát 4-5 fogorvosi körzet van, amit ugye ami ott egymás mellett a városjavát szolgálja, illetve vannak egyéb irodának vagy más funkciónak kialakított bérlemények, hogy azt mondjam, és tulajdonképpen ott a feladatunk az, hogy tisztán tartsuk, portaszolgálat, recepciószolgálat legyen, el tudják igazítani a vendégeket, hogy merre, hova menjenek, és van egy karbantartónk részmunkaidőben, aki ugye figyeli a villany, gáz, stb. Történeteket, és tudja, hogy milyen feladatokban kell beavatkoznunk. Egyelőre most ez a fő feladatunk ezzel az épülettel, majd a hosszabb távú terv, vagy mi lesz vele, az nyilván majd az önkormányzat részéről majd később fog felmerülni. Tavaly évben kapták meg a sportcsarnok működtetését, igen, üzemeltetését, és ennek milyen tapasztalatai vannak? Tavaly előtt már, évvégén, igen, abszolút összeállt a sportcsarnoknak a üzemeltetési rendje, hogy úgy mondjam. Az egy nagyon érdekes új feladat volt, amikor megkaptuk, hiszen mi is tulajdonképpen bele kellett, hogy tanuljunk ebbe a feladatba. Korábban ugye nem volt ilyen
feladata a Városgazda kezébe, és elmondhatom, hogy nagyon-nagyon összeszokott jó kollégákkal kialakult az a rendszer, amivel tényleg megfelelően lehet üzemeltetni, sokszor hétvégén is, hiszen azért a sportcsarnoknak ugye a hétvégén sokszor van programja. Ugye a hétköznap főleg délelőtti időkben az iskolák veszik igénybe a sportcsarnokot, el lehet ugye több részre osztani a küzdőteret. Délután elsősorban a TAC béreli, és ugye a edzéseit tartja őt, és hétvégén ugye vagy meccsek vannak, vagy pedig egyéb akár kulturális események, ugye tudjuk jól, hogy koncertek és egyéb vagy bálok, vagy bármilyen programok szoktak még a sportcsarnokban lenni, és erre nagyon jól felépült, hogy hány takarítóval, milyen kiszolgálással, milyen háttér erővel kell nekünk ezt a sportcsarnokot üzemeltetni, és én olyan visszajelzéseket hallottam, hogy jó a sportcsarnokba jönni, tiszta, rendes, mindig udvarias eligazítást kapnak ott az odaérkezők. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a feladatnak, ez egy szép, újszerű és most már egy nagyon olajozottan működő története ez a Városgazdának. Rendtelvítását nézzük akkor. Bevételi oldal, hogy tud kinézni, ezt azért kérdezem, mert rengeteg helyen épül meg sportcsarnok, sportpálya, viszont az üzemeltetés az már komoly anyagi investíciót igényel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem túl sok sportlétesítményt tudnék mondani, ahol a rentabilitás itt a pozitív számok a nagyságrendjéről szólna, de nem is ez a lényeg, hiszen azért mégiscsak egy szolgáltatás a városnak, a városlakók felé ez a történet, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel, hogy a Városgazdának az rendben vagy, hogy az az öt fő ott a konkrét feladatot el kell, hogy lássa, de olyan háttér infrastruktúrát tud a Városgazda még biztosítani, hiszen akár az irodai munka szempontjából, de akár egy műhely munka szempontjából, lakatos műhelyünkön, asztalos műhely szempontjából ugyanúgy hozzá tudunk a sportcsarnokhoz közelíteni. Ezzel azt lehet mondani, hogy ott ugye nulla környékén most, hogy mínusz 300 ezer, vagy plusz 300 ezer, az majdnem mindegy. Tehát így, ezzel az úgymond együttes erővel, így azt kell, hogy mondjam, hogy nulla körül ki tudjuk hozni, ez pedig óriási eredmény. Tehát én úgy gondolom, hogy ez volt a lényege ennek az egyesítésnek, hogy így ez a házasság, ez jól működjön. Minden mellett vállalkozási tevékenységet is folytatnak, ez milyen mértékű volt, vagy mi az, amire kell itt gondolnunk? Ugye elsődlegesen a tulajdonos az minket azért hozott létre, hogy a város üzemeltetési feladatainkat lássuk el a város számára. Nekünk ez a prioritás. Nyilván azzal, hogy vállalkozási munkát végzünk, ami nem megy ennek a prioritásnak a terhére, azzal tudjuk azokat a lehetőségeinket bővíteni, ami egy beruházás, egy gépbeszerzésre és egyéb dolgokra szükséges. Elsősorban a vállalkozásnál az építkezések az, amikben mi úgymond jók vagyunk, tehát kőműveseink vannak, festőink vannak, parkettázó, aki van, villanyszerelő, visszerelő van, tehát ebben tudunk, de különben ugyanezt a feladatot ugye az önkormányzat részére is, hogyha szükséges, el tudjuk látni. Egy biztos nem mehet a vállalkozási munka az önkormányzati feladatok rovására, azon felül, hogyha van lehetőségünk, akkor ezzel segítjük az eredményességünknek a megtartását. De ehhez szakemberre, munkaerőre van szükség, drasztikusan csökkent, nem csak a Tata viszonylatában, a környező településeken is a szabad munkaerő. Igen. Ugye ez a tipikus, amit már sokszor hallunk, hogy a közfoglalkoztatóink szinte elfogytak, ez olyannyira igaz, hogy tényleg, tehát az én öt évem alatt, amióta ugye
a céget, hogy a vezetem, tehát szemem előtt történt ez meg, hogy mondjuk volt 154 évvel ezelőtt, vagy 200 közfoglalkoztató, több program együttesen futott. Most ott tartunk, hogy jelen pillanatban a Városgazdánál 22-3 nyilván most néha följebb-lejjebb személy van közfoglalkoztatotti munkaviszonyban, ezen kívül ugye van ez a speciális hajléktalan programunk, ott egy 8 fős, de valószínűleg az idén már lehet, hogy csak 6 fővel tudjuk végezni ezt a feladatot, tehát ilyen 6-8 fő van, tehát tulajdonképpen elfogyott a közfoglalkoztatási munkaerő. Ugye ez természetesen egy öröm egy szempontból, hiszen nyilván a munkaerőpiacon találtak állást, nekünk viszont óriási nehézség, hiszen az a sok kéz, az hiányzik a városüzemeltetési feladatok végzésénél, és a feladatunk az ugyanaz, tehát ugyanannyi, sőt, mindig több, mert hát mindig jöhetnek ugye új feladatok. Ez viszont nehézség, ugye erre próbáltam mondani, hogy képesítésre ezt azért próbáljuk egy kicsit ellensúlyozni, amennyire lehet, de sok esetben a sok apró kéz, a sok kisebb munkáknál az hiányzik. Ezt tudomásul kell vennünk, erre kell felkészülni, illetve ennek megfelelően kell próbálnunk átidalni a feladatokat. Bértartalék van erre? Mert nyilván, hogy alapvetően ez arról szól, hogy meg kell, hogy tudják tartani a jó szakembereket. Igen, hát a jó szakembereket meg kell, hogy tartani, meg kell, hogy tartsuk, és hát azt el kell mondanom, hogy nem tudunk olyan ütemben béremelésben versenyre szállni az egyéb vállalatokkal, cégekkel, ipari parkban azért komolyabb vagy komoly bérekért adnak fel hirdetéseket, de igyekszünk, tehát azért az elmúlt években minden évben egy kis bérfejlesztés volt, most is tervezzük, pontosan azért, hogy azok a szakemberek, akik bent vannak a rendszerben, munkaruhát adunk nekik, tehát egyéb juttatást próbálunk, segítséget adni, maradjanak bent, és hát remélem, hogy még tartható ez az állapot. Ez év, azt akartam mondani, a következő év, de nem, hát ez év egyik kiemelt feladata lesz városi szinten is, mert elég sok helyről elhangzott a Giro-nak a kerékpáros versenynek a prológia, itt lesz többek között Tatán is áthalad. Ez mennyiben érinti önöket, mert szinte azt hallani, hogy az egész várost valamilyen szinten érinti, felforgatja, mozgatja, jó irányba viszi. Az eddigi évek tapasztalata alapján biztos, hogy érint minket. Ezt nem tudjuk elkerülni. Nyilván sokkal szebben, sokkal frissebben az utolsó pillanatban kell lenyírni a füvet, és eligazítani, elgerebézni a parkjainkat, hogy az ide érkező vendégek tényleg szépet, újat lássanak, illetve hát szinte biztos vagyok, hogy a nagy tömeg, aki esetleg ugye az érdeklődés révén Tatára fog érkezni, az nagyobb rendrakási kívánalommal fog élni, és utánuk ugye rendet kell tenni, amikor ennek a rendezvénynek vége lesz. Annyiban tudunk esetleg jobban rákészülni, például, hogy mondjuk több kukát teszünk ki, vagy egy-két helyre több bútort teszünk ki, padot teszünk ki, amivel egy kicsit kényelmesebbé lehet tenni az itt tartózkodást, de valójában a feladatunk, vagy esetleg a létszámot meg kell, hogy növeljük, amikor ugye ügyeleti rendszerben, ugye a hétvégén, hogyha lesz ez a rendezvény, akkor mondjuk nem két ember egy kocsival szedi majd a hétvégén össze akkor a szemetet, hanem lehet, hogy négy ember két kocsival. Tehát ilyen értelemben egész biztos, hogy többletfeladatot fog ránk lóni, meg fogjuk oldani. Fadot említette, ott kellett volna nyilván megkérdeznem, az egyik nézőnk megtudva, hogyan lesz a vendég, kérdezte, hogy korábban volt olyan lehetőség, hogy a Cseke partjára és a város különböző pontjaira padokat helyeztek el névtáblával, nyilván, hogy ez annak a költsége, aki ezt szeretné kérni. Ez a folyamat lezárult, vagy működőképes? Tulajdonképpen ez a folyamat, tehát mint folyamat lehet, hogy akkor volt egy ilyen egységesebb, nagyobb folyamat, de azóta is már volt egyszer-egyszer ilyen kérés. A önkormányzatnál
nyilván tudok segíteni, megfelelő személyt felhívjuk, illetve felhívja az illető, aki szeretne ilyet. Egyeztetünk, nem feltétlenül, most már a Csekepartról van szó, tehát lehet az a más ponton is a városban, megbeszélés alapján természetesen, hiszen nem mindenhova rakosgathatunk ki csak így padokat vagy bútorokat. Megbeszélés alapján ez még fennálló lehetőség, tehát nincs ezzel semmi probléma. Hogyha 2020-as évet nézzük, akkor milyen év elé néznek költségvetésileg, meg egyáltalán? Tehát amikor az ember így nekifut, akkor év elején vagy vakargatja a fejét, vagy azt mondja, hogy na, próbáljuk meg, aztán lesz, ahogy. Ez az utóbbi mondat, ez nagyon találó, hasonló költségvetés elé nézünk, mint az elmúlt évben. Ennek megfelelően hasonlóan kell gondolkodnunk a lehetőségeinkről. Nyilván nekünk és a városnak az a célja, hogy ezeket a feladatokat folyamatosan el tudjuk látni, tehát minket a város nem fog ellehetetleníteni, hanem kvázi segíteni fog abban, hogy valóban mindazon területeken, ahol szükséges a városnak a üzemeltetése, megkapjuk a hozzájáró anyagi forrásokat. Eddig ezzel nem volt gond, ugyanaz a hasonló hozzáállás a városnak, mint az eddigiekben, ezért ilyen bizakodva nézek az idei év elé is. Kiemelt feladat volt mindig is a környezetvédelem, és hát mikor utoljára beszélgettünk, akkor is elhangzott, hogy ez egy kiemelt harci feladata, ha úgy tetszik a KHT-nak. Igen, kiemelt harci feladat, de elég drága harci feladat még mindig. Tehát én tényleg nagyon szeretnék napelemes tetőt látni a Városgazdánál, meg villanyautók garmadádát, amíg 4-5 millióért lehet venni úgymond egy kis furgont és egy villanyfurgont, és ráadásul nem is akkora kapacitású villanyfurgont, meg mondjuk 10 millióért, akkor egy kicsit úgy kompromisszumot kell még átmenetileg még mindig kötni magunkkal, de a terv az akkor is az, hogy zöldé kell, hogy váljunk. Ebben nyilván hosszú, folyamatos fejlődésre lesz szükségünk. Az én gondolatom az mindenképp az, hogy e felé nyissunk, lássunk és törekedjünk. Remélem, hogy egy picit, ahogy a technika egyre fejlettebb, jobb lesz, majd az ár is egy kicsit olcsóbb lesz, és könnyebben hozzá tudunk akkor ezekhez a lehetőségekhez férni. És mi az, amiben mondjuk a városlakók tudják segíteni az önök munkáját? Ezt mindig meg szoktam kérdezni, ugye végén mi az, amiben tudnak támaszkodni, mi az, amiben megkönnyítjük közös helyzetünket, vagy meg éppen megszépítjük közös városunkat? Az mindenképp, amiről már ugye a műsorunk elejében is beszéltünk, az nagyon fontos, hogy óvjuk a környezetünket. Abban nagyon-nagyon tudnak segíteni, hogyha a megfelelő rend szerint tesszük le az elhasználatot, vagy szemét, vagy egyéb dolgunkat, akár a szelektív gyűjtők környékén, akár csak egyszerűen az utcán, ne dobáljunk el mindent, ne dobáljunk ki mindent össze-vissza a lakásból, hogy majd a városgazda elviszi legyintéssel, hiszen nem ez a cél, hanem tényleg az, hogy mi magunk érezzük magunkénak a várost, mi lakók, és ha megfelelő módon cselekszünk, akkor már egyet léptünk afelé, hogy utána majd a mi munkánk is könnyebb legyen, és tudjunk erre még egy lapáttal rátenni, hogy szép legyen a város. Ügyvezető igazgató, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen! Nézőnk pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, önök a 30 éves Tatai Televízió Közéletékel van szó című műsorát látták. További szép estét kívánok!